Egy olyan nap, amikor szinte minden egy konferencián kizárólag a nőkről szól. Megérkezett Tolnára is a Magyar Női Unió országos roadshowja a Vidéki Nők Napja keretében. Egy kicsit már haza is jöttek ide a szervezők. A családok és a nők ügyében ugyanis itt nem kell úgymond a KH-tól elindulni. Tolna ugyanis része a Család és Karrierpont országos hálózatnak, amiért többet kellett tennie annál ezügyben, mint úgy általában a többi hasonló nagyságrendű településen történik ebben a témában. Nagy öröm volt látni ezt a Család és Karrierpontot, amely tényleg nagyon szépen felszerelt és láthatóan hatékonyan működik, és nagy öröm volt találkozni az itteni hölgyekkel, asszonyokkal. Családpolitikai aktualitások, női szerepvállalások, konfliktusok kezelése, nők által alapított vállalkozások elemzése is szóba került az egésznapos előadás sorozatban. Majd a nap zárásaként levetítették, ami 2015-ben elkészült Anyám és más futóbolondok című magyar filmdrámát, ami egy hölgy sorsát, szerepét, mi több drámáját bemutatva Erdélyből indul és Budapesten végződik. Drámának van írva, de nem csak dráma, hanem vannak benne kérdések is, és van olyan, hogy a nő teljesen másképpen dönt a családban, mint a férfi, de tiszteletben tartotta a nő a férfinak a döntését. Nézzék meg! A felhívás nem csak nőknek, férfiaknak szól Fekete Ibolya filmjével kapcsolatosan.